A gazdasági versenyhivatal vizsgálatai során talált arra utaló jeleket, hogy nyerészkedés történt a múltik árképzésével kapcsolatban. Erről a szervezet elnöke beszélt a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában. Rigó Csaba Balázs elmondta, indokolatlanul megnőtt a kereskedelmi láncok nyereségtartalma több élelmiszer esetében is 2021 és 2022 között. Hozzátettem, az árak csökkentését leginkább versennyel lehet elérni, amire kiváló eszköz az online árfigyelő rendszer. A tojás, a kenyér és számos tejtermék. Többek között ezeknek az alapvető élelmiszereknek az árai is jelentősen csökkentek az előző hónaphoz képest, de a burgonya és számos gyümölcs, zöldség, valamint a baromfi hús is kevesebbe került. Az árak zuhanása nem véletlen, a kormány az elmúlt hónapokban több intézkedést is bevezetett, hogy letörjék az élelmiszerek árait. Az egyik ilyen a júliusban elindult online árfigyelőrendszer. Szakértők szerint többek között ennek köszönhető az árak gyors csökkenése. Az elmúlt időszakban ugyanis több nagy áruház is indokolatlanul megnövelt árrést alkalmazott bizonyos termékeknél. Ez derült ki a gazdasági versenyhivatal vizsgálataiból. A testület elnöke a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, arra utaló jeleket találtak, hogy a multik nyerészkedtek. Régó Csaba kiemelte, az online árfigyelőrendszer azonnal árversenyt indított. El, ezért a legnagyobbak is kénytelenek voltak csökkenteni az árakon. Lényegében a cukor kivételével valamennyi termék jelentősen csökkent, még a 2021. október 15-i árhoz képest is. Tehát az árfigyelő rendszer ellenőrzésre is jó, ráadásul szeretik a magyar emberek, és árlejtésre, napi ár versenyre készíteti a múltikat. Számunkra a magyar emberek és a magyar családok az elsők a multiknál átlagosan a liszt 52%-kal, a napraforgó étolaj 40, a tojás 38%-kal lett olcsóbb az előző hónaphoz képest. Elemzők szerint az élelmiszerárak csökkenésének köszönhető, hogy júliusban az infláció 17,6%-ra mérséklődött, amire tavaly augusztus óta nem volt példa. Nem csak év végére, hanem már októberre is egy személyi infláció lesz Magyarországon. Korábban sokan kétkedve fogadták a kormány azon vállalását, hogy az infláció év végére egy számjegyűre csökken. Mostanra azonban egyre valószínűbb, hogy már a következő hónapokban 10% alá csökken a pénzromlás mértéke. Erről beszélt a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője az m 1 Sebestyén Géza hozzátette, várakozásaik szerint ezzel együtt a reálbérek is emelkedni fognak. Egész Európában volt egy komoly csökkenés, tavaly is és idén is. Tavaly Magyarország még megúszta, egyetlen országként az összes OECD ország közül, hogy csökkenjen a reálbér, nálunk mind növekedett, de minden más OECD országban csökkent. Idén mi se tudtuk ezt eddig megúszni, de hogyha az infláció úgy alakul, ahogy ezt várjuk és látjuk, akkor év végére már az idei béremelések azok magasabbak lesznek, mint az idei inflációnak a szintje, tehát idén is növekszik a fizetésüknek az értéke. Sebestyén Géza hozzátette, jelenleg a dinamikus infláció csökkenés időszakában vagyunk. A szakértő kiemelte, éves szinten összességében már most csak nem a felére csökkent az élelmiszerinfláció a tetőpontjához képest.